akkor nézzük meg az idei hozamokat. Hát ez a másik kedvenc vesszőparipám, ugye azért, mert van egy jó kis FIRE számlánk, ezt is beszoktam tenni időnként. Azt mondja, hogy körülbelül így állunk vele. Ugye ez azok a részvények, amiket ti szavaztatok meg, mert hogy a csoport szavazott meg még a tavalyi év során, ehhez azóta nem nyúltam, és itt meg tudjuk nézni a year to date, ugye az idei évi hozamok. Hát idén már hozott az S&P 16%-ot, a csoport számla meg ennek a dupláját, 30%-ot hozott. Tehát nézzük meg, hogy ehhez képest miket hozott a Zsolt számlája. Azt pedig ebből fogjuk tudni megnézni, Zsoltnak a 2022. decemberi vagy január elejé mindegy videója, mert benne vannak, ugye, hogy milyen részvényei vannak, ugyanaz a kiindulási alap, egyébként ugyanazt a táblázatot használom, csak innen ugye az előbb ezt néztük, ebből a táblázatból kivettem azt a néhány részvényt, ami nem volt meg neki január elején, Asana, stb. Tesla, nem tudom mi. Úgyhogy ezeket ugyanúgy betettem, 18, stb. És akkor beírtam, ugye kikerestem a 2023. január 1-i vagy 3-ai, 4-ai árat, meg ugye benne van a mostani ár. És ugyanúgy a képletek ugyanazok, ugye felszoroztuk, hogy január elején mennyit ért a portfóliója, és abból, ezt egy kicsit kirakom ilyen nagyobbra, hogy akkor mennyit ért a portfóliója, és most mennyit ér ugyanaz a részvénye, bocsánat, az adott részvényre, és abból mennyi profitja van, stb. És akkor kiderül, hogy idén már 21%-os profitja van. Hoho, kérem szépen. Hát ez azért mennyire komoly, ugye, hogyha 16-ot hozott az S&P 500, akkor veri a portfóliója, ugye? Nézzük meg ugyanúgy a részleteket. Nyilván tudjátok, mi fog következni. Ha megnézed, hogy ez a 2700 dolláros plusz, amiből jön, akkor hát nem lesz nehéz észrevenni, hogy ez bizony a metából jön. Ha ezt itt kinullázzuk, mármint hogy kivesszük, ugye, mert hogy osztalék befektetést promótál, hogyha lehet így mondani, vagy legalábbis ugye ebbe fektet, most akkor ha kivesszük belőle a nem osztalékos részvényt, akkor eleve nulla, hogyha a metát kivesszük. Ha kivesszük az AMD-t is, ja, meg beírtam a Tetut Schafert, de mindegy, és mi volt a harmadik? Ja, mert nincsen benne a Tesla, de már eleve nem volt benne. Ugye akkor kiderül, hogy idén mínusz 7%-ban van az osztalékfizető portfóliója. Tehát a portfóliónak azon a része, amelyik ugye az osztalékfizető részvényekből áll össze. Szóval mínusz 7% a plusz 16-tal szemben, ami ugye egy piaci hozam, nem is beszélve ugye a csoport portfóliójára, ami plusz 32. Hát az én saját portfólióm még ennél is jobb, de az egy külön tészta, mert nekem ugye elég nagy túlsúlyom van az ilyen Tesla, Apple és egyéb részvényekből, úgyhogy én elég jól jártam idén, mondjuk tavaly meg nem, ez is benne van a sztoriba. Szóval, hogyha kivesszük belőle, akkor mínusz 7%. Na, még egy észrevétel akkor. Meg akartam nézni a 2022. januártól, hogy a mostani időszakig mennyi a hozam, és hát, mintha megint beletettem 1-2 óra kutató munkát, rá kellett jönnöm, hogy teljesen megváltozott a portfóliója. Tehát itt láthatod, ez a 22-es januári, 3M, Altria, stb. És ugye itt láthatod a jelenlegit. Tehát 3M az éppen megvan, de az Altria nincs, az Ebvi nincs, az Apple nincs, a Bristol Myers nincs, Cardinal Health nincs, ExxonMobil nincs, IBM nincs, és a többi, és a többi. Tehát éppen van pár Johnson & Johnson, Coca-Cola nincs, legedből lett, nincs. Tehát másfél év alatt a teljes portfóliót átváltoztatni, miközben azt hallgatjuk, hogy hosszú távú osztalék befektetés, egyszer megveszem, soha nem adom el, meg ugye az évente fizetett és mindig növekedő osztalékból majd újra vásároljuk a részvényeket, és ugye abból fogunk meggazdagodni, ugye ez az alapsztori. Nekem ez nagy meglepetés volt, azért ezt így nem gondoltam, hogy másfél év alatt a teljes portfólió le van cserélve, de most akkor ezt is észrevettem, akkor ezt így megosztom, mint észrevétel. Egyébként nem javaslom, hogy ilyet csináljatok. Ha egyszer valamit megveszel, nem azt mondom, hogy soha ne add el, de az, hogy egy év alatt a teljes portfóliót átforgatni, az biztosan nem jó dolog, vagy legalábbis ahhoz valami óriás fordulatnak kell történni az ember életébe. Úgyhogy észrevétel. Minden esetre akkor itt megjegyzem, vagy javaslom, ha tehetek ilyet,
sőt, majdnem kötelezővé tenném, hogy mindig év végén tarts egy zárást. Írd föl, hogy mit van, mennyiért, mi annak az értéke, és év végén, rákövetkező év végén ugyanezt tedd meg még egyszer, nézd meg, hogy előtte egy évvel ezelőtt mit volt, az most mennyit ér, mennyi a hozamod, és természetesen elfelejtettem mondani, hogy írd föl hozzá az S&P 500-at, ahhoz illik mérni. Ugye mindig azért mérünk ahhoz, mert ez egy buta, egyszerű, legegyszerűbb befektetési forma, és ha azt nem tudod megverni a részvény kiválasztásos divval, akkor sok értelme nincs ebbe időt, energiát és pénzt tenni. Most nyilván nem egy évről beszélek, de hogyha itt szépen gyűjtöd ezeket az egyéves plusz-minuszokat, mert reméljük, hogy plusz-minuszok lesznek, akkor itt pár év múlva beláthatod, vagy észreveheted, hogy van-e értelme annak, amit csinálsz, és jó-e az, hogy te külön válaszgasz részvényeket. És ezt mindig ugye az S&P 500-hoz érdemes hasonlítani. Na, aztán szemezgetek még egy kicsit itt a videóiból. Egyébként ezért jók a videók, meg minden, hogyha le van rögzítve, meg elérhető. Itt van például egy régebbi videója, ez 2020, ugye decemberi, akkor elmondja a portfóliót, 8-10%-os, például egy IBM. Váltsunk át akkor most már erre, és akkor nézzük nagy. Volt, $124 vette. Azt mondja, hogy gyorsan ránézünk, hogy akkor egy 5 éves periódusban ez hol lehetett, ugye valahol itt. Hát ugye jól láthatóan semmit nem hozott, míg a... Na meg persze tegyük hozzá ugye a 3-4-5%-os osztalékot, úgyhogy azt azért hozzá lehet csapni egy jó 15%, az előbb néztük, hogy valami 50%-ot hozott az S&P. Aztán mi volt itt neki? AT&T. Hát annak ugye azóta elvágták az osztalékát. Hol mondja, hogy mennyiért vette, meg hol vette? Valahol itt. Ugye az AT&T, tehát neki is volt már osztalékvágása. AT&T mondjuk, hogy $30-ért vette. Azt mondja, hogy... Ebből is nézzünk egy 5 éves időtávot. Ugye az valahol... Itt lehetett a $30, tehát ilyen 19 év végén, már több mint 3 év alatt, $30-ról lement $15-ra. Tök jó, hogy jönnek az osztalékok, csak kit érdekel, amikor az ember elbukja a befektetésének a felét. Jó, ez osztalékvágásos volt, és már az előbbi videóban is mondtam, hogy ha osztalékvágás van, akkor ez simán jár egy árfolyamnak a felezésével, vagy akár többel is. No, szóval ez a AT&T befektetés sem volt egy nagyon profitábilis dolog. Ugye a fele bukó, azt mondja, hogy mi volt még itt, Pfizer? Na nézzük. $41. A Pfizer. Azt mondja, hogy PFE. 5 éves, ja nem néztem meg az előbb a 3 éves hozamot. A mizére mennyi volt? $41. 3 évvel ezelőtt az valahol, az hol lehetett? Ja, 19 év végén, ugye mert ez 2000, hát egyébként ez furcsa, nem volt $41. Hát valószínűleg többször vásárolt, hát hogy előtte meg utána is, ja nem, mert ez két, nem tudom. Minden $41, ja 2020 december, ah, akkor itt vette, igen, ah, sikerült ebbe a csúcsba. 2020 december, ah, hát valószínűleg akkor ott vette, $41, a 36-onban szuper befektetés volt, ez is 3 évre visszamenőleg. Nyilván kapta azóta 4-5%-os osztalékokat, tök jó, hogy kapott mondjuk 15%-nyi osztalékot, csak ugye kit érdekel, hogyha lemaradt a piaci 50%-ról, de mondjuk akkor ezt vissza is vonom, mert valakit meg ez érdekel, engem kevésbé. Hol van a Momentum fület akartam? Csak ugye ez nem biztos, hogy pont jó, mert ő ugye nem a 41-hez számolja. Az elmúlt, hát igen, nem ahhoz számolja, de mindegy, lemaradt a feléről, a hozamok feléről. Szóval volt itt még egy jó sztoria, ezt most nem tudom, hogy ezt hogy tudom itt bejátszani, de kíváncsi, hogy fölveszi-e. Akkor elkezdte vásárolni ezeket a részvényeket. Na most csak belegondolni, és ugye, hogy tudjuk, hogy mennyi volt egy Starbucks vagy Microsoft részvény a 90-es években, szóval aki akkor nagyon betankolt belőle, ugye az ma már nagyon-nagyon jól járt ezen, és rengeteg osztalékot bezsebelt 30 év alatt. Aha, na nézzük meg, visszadugom. Akkor Starbucks meg Microsoft részvényből mennyi osztalékot be lehetett zsebelni az elmúlt 30 évben. Azt mondja, hogy $330, $340 a Microsoft, mindegy.
90-es években, vegyük akkor a 90-et, mindegy egyébként, jaj, nem megy vissza addig. Hát akkor maradjunk a 93-nál, az kerek 30 év, ugye akkor volt az árfolyam 2 dollár, és most 337. Tehát meg 160-szorozta az árfolyamot. Mennyi osztalékot kaphatott abba a 30 évbe? Hát ez azért elég nehéz lesz, nem látunk addig vissza, de alatta úgyis csak centek vannak, mondjuk ez azért itt egy érdekes 3 dolláros, mindegy, addigra nem látunk vissza, úgyis centek vannak alatta. Itt egy évben, ugye ezek negyedévek, itt ilyen 30-40-50 centek vannak, hát ezt most így nagyon elnagyolóan fogjuk ezt a 70 centet, és mondjuk ezzel a kerek nullával, ami itt van, ezt elfelezzük, tehát azt mondjuk, hogy az elmúlt 20 évben átlagosan 35 centnyi osztalékot kapott, egyébként ez nem igaz, ez egy fölfelé kerekítés, mert ugye itt növekedő van, de mondjuk, hogy 35 centet kapott negyed évente, az akkor egy évben másfél dollár, ugye? Másfél dollár, igen, és 20 évről beszélünk, azaz 30 dollár osztalékot kapott. Úgyhogy segítek, kapott 330 dollárt árfolyamnyereségből, és 30 dollárt osztalékból. Tehát a tizede a teljes nyereségének jött osztalékból, mint ami az árfolyam nyereségéből. És akkor nézzük meg valami hasonlót a Starbuckshoz. Hát akkor kezdjük azzal, hogy mennyi ideig látjuk vissza az osztalék múltját. Na, egész jó. Jó, nem is fizetett akkor osztalékot, nagyon úgy tűnik, tehát hogy 2010 óta fizet osztalékot, legalábbis most higgyük el ennek. Úgyhogy túl sok osztalékot már eleve nem kaphatott, de akkor ez ugye 13 év, megint simán átlagoljunk le matekból, ugye ez fél dollár, ez meg akkor legyen nulla, tehát akkor átlagosan 25 centet kapott minden negyedévben, ugye 4 negyedév van, tehát az kerek 1 dollár, és 13 éve kapja az osztalékot, tehát nagyjából összességében 13 dollárt kaphatott meg osztalékba, vegyük ezt simán kerek 100 dollárnak, hogy most annyi a részvénynek az árfolyama, és akkor nézzük meg, hogy 90-es években vissza sem megy annyira, ez is 30 évre biztos valami választék van, hát 70 cent, 80 cent. Tehát mondjuk 1 dollárról indult, fölment 100 dollárra, tehát kapott árfolyamnyereségként elért 100 dollárt, osztaléként pedig 13 dollárt, az azt jelenti, hogy több mint 8-szorosa lett az árfolyamnyereségből származó jövedelme az osztalékhoz képest. Úgyhogy tök jó, hogy valaki mindenben az osztalékot látja, de nem biztos, hogy ez az igazság, vagy legalábbis, hogyha az ember utána számol, akkor kiderül, hogy a nagy profitok nem az osztalékból jönnek. Nyilván itt lehet számolni kamatos kamattal, hogyha visszafekteti, stb. Vegyük a dupláját egyébként tényleg, mert az számít, tehát ilyen időtávban azért az már számít, illetve hát most ez csak 13 év, tehát azért ott nem nagyon számítanak azok a centek, de hogyha ilyen 30 éves időtávról beszélünk, akkor egyébként számíthatnának. Szóval ez egy tök jó volt, ezt így meghallgattam, melyik volt ez a videó. Ez egy tök érdekes dolog, amikor az ember így hallgat valaki mást, más szemlélettel, más tudással, más múlttal, stb. És akkor nyilván ez csak ilyen érdekességképpen említettem meg, hogy mennyi osztalékot kaphatod, de egyébként ezért jó ezeket kiszámolni, hogyha kiszámolod, akkor is ki, hogy elhanyagolható, vagy hát nem elhanyagolható, de mondjuk a 10%-a az árfolyam nyereséghez képest. És akkor találtam egy jó kis osztalékok királyt, most pont megnéztem, hogy erről csináltam én is éppen videót. Egyébként jó ez a videó is a Zsolt kellő lendületével, energikusságával és satöbbivel. Ugye vannak osztalék királyok, amik több mint 50 éve fizetnek osztalékot, és akkor jó példaként fölhozza, hogy bezzeg mi lett volna, hogyha 20 évvel ezelőtt Johnson & Johnsonba meg MO Altriába fektettél volna, Johnson & Johnson meg Altria. Na és a végén kijön, hogy 20 év alatt az átlaghozom az egyik esetben 9, a másik meg 10, és hogy ez ennyire szuper is, hogy akkor ilyes az osztalék királyok, és most könyörgöm, ennyi a normál S&P 500-nak, vagy az amerikai tőzsdének az átlag éves hozama. Tehát ezt jó példaként semmiképp ne hozzuk fel a 9-10%-ot, mert ez nem veri meg a piacot. Tehát a 9-10% egy ilyen kiválasztott részvényre utólag visszatekintve, az semmiképp nem tekinthető jónak, az az átlag. Úgyhogy ezzel jót szórakoztam, észrevétel csak, nincs ezzel semmi baj, csak ezt ugye sok ezerre megnézik ezeket a videókat, és azt hiszik, hogy akkor most egy ilyen Johnson & Johnson mennyire jó befektetés volt az elmúlt 20 évre. Hát nem az. Bár szerintem most a 20 éveset pont nem fogja tudni kimutatni. Mindjárt megnézzük.
Igen, hát csak a 10 évet fogom látni ebbe a Momentum főbe, ugye mindig szoktam nézegetni. Hát kéne már valami másik izé. Igen, már néztük. Tehát ezek mind alatta vannak a piaci hozamoknak. No, hát 100 szónak is egy a vége. Mondom, nagyon örülünk neki, hogy Zsolt ilyen részletesen és nagy lendülettel elmeséli a portfólió építését. Tök jó, hogy építi a portfólióját. Jelenleg nagyjából 0%-os hozamnál tart. Itt van némi osztalék, valamennyi pluszban biztosan van, de ugye azt is megmutattuk, hogy az össznyeresége, sőt még annál is több a nem osztalékfizető részvényekből van, úgyhogy a csak osztalékos részvényei nulla, vagy mínusz 5-10%-ban lennének az elmúlt egy-másfél év, hát ki tudja, és ezért mondom, hogy csinálj jó, mindenki magának otthon legalább évente elszámolást, és mindig írja föl hozzá, hogy mennyi az S&P, mintha azt vette volna. És akkor itt még egyszer így exkuzálom magam, hogy a Zsoltnál nagyon nehéz ezt követni, folyamatosan vásárol, elad, stb. Tehát ma már jövő héten már nem ez lesz a portfóliója, úgyhogy így azért nagyon nehéz ezeket összehasonlítgatni. Nem a klasszikus osztalék befektetés alapján válogatja a részvényeket, de nem a klasszikus hosszú távú osztalék befektető, nem tartja meg a részvényeit. Úgy tűnik akkor ilyen egy-másfél évnél sem tovább, így azért tényleg elég nehéz hozamot számolgatni. Nem tetszett ez a rész is, meg ez a tartalom is, ha igen, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, hogy ne maradj le a csatornáról, meg akkor másoknak is megosztja a videót. Most pont néztem a legutóbbi osztalékos videómból, a fele megnéző az nem a csatorna feliratkozói közül jött, hanem YouTube felajánlásokból. Jó, nézzétek továbbra is Zsolt videóit, ajánlom a lelkesedését mindenképpen, azt abból nekem is hathatna, meg szerintem az mindenkinek hasznos. De a hozamai nem olyan acélosak, ez nem az ő hibája. Ez az osztalék befektetéssel jár, de ettől függetlenül kitartó. Szerintem ő is 1-2-3 év múlva szépen változik, mint ahogy már most is látszik, hogy már nem csak osztalék fizető részvényeket vásárol, hanem normál vagy növekedési részvényeket. Meg is lett belőle a profitja, biztos ő is rájött most már közben. Úgyhogy nagyon sokan örülök neki, hogyha valaki osztalék befektetéssel kezd, mert nem, annak nem örülök. Annak örülök, hogyha valaki megtakarít és befektet, nem baj, hogyha osztalékbefektetéssel kezd, majd 1-2-3 év múlva úgyis kiábrándul belőle, és akkor majd be fog fektetni normális, jó hozamú papírokba. Meg hát persze ki tudja, lehet, hogy a következő 5-10 évben pont az osztalékos részvények fognak többet hozni, ha ne hagyj Isten, itt valami óriás lejtőre kerülünk, vagy háborúba, vagy akármibe, akkor meg lehet, hogy pont azok lesznek a jobb hozamúak. Ezt nem lehet tudni. Úgyhogy csak a múltat tudjuk megvizsgálni, azok meg tök egyértelmű számok, mások állításaival ellentétben. Úgyhogy csak így tovább, szervusz!